szavazás lassította a forgalmat. Fatolvajokat fogtak a rendőrök. Requiem egy hadseregért. Jó estét kívánok! Január 14-én köszöntöm Önöket! Országszerte balesetek és havas útszakaszok lassították ma a forgalmat. Bár az útkarbantartók egész nap tisztították a Gyöngyös környéki utakat, a délelőtti havazás mégis az autósoknak okozott a legtöbb bosszúságot. Ráadásul az előrejelzések szerint a hét hátralevő részében is számítanunk kell csapadékra. Nem érte váratlanul a szakembereket az éjszakai havazás, a nap folyamán az útkarbantartók minden járműve azon dolgozott, hogy a lehető leggyorsabban letakarítsák a város utcáit és a főbb útvonalakat. Az éjszakai szolgálat az preventív jelleggel a őrjáratos utainkon sikosságmentesítés alászórást végzett. Mondjuk ennek hatására leesett hó azért nem maradt meg a burkolaton. Az időjárás azért mégiscsak kedvező lett a délelőtt folyamán, hiszen fokozatosan plusz felé ment a hőmérséklet, így a főútjaink azok általában vizesek, hókásások. A Mátra útjai, a 24-es, illetve a Kékestetői bekötőúton viszont 10-15 centinyi hó van az út patkának letúrva. Bár ma délután a hőmérő higanyszára pár órára 0 fok fölé emelkedett, a hómunkások nem lélegezhetnek fel. A meteorológiai előrejelzések szerint ugyanis szombatig bármikor számíthatunk újabb havazásra. Bízunk benne, hogy a magasabban fekvő területeink kivételével csak eső lesz, ugye azzal nagyobb sok problémánk nem lesz. Hát a Mátrai utakon pedig ott, hogyha hóba esik, lesz a 15-20 centi, amennyit jósolnak, hát akkor azért vagyunk, hogy azokat eltakarítsuk. Bár az útkarbantartók egész nap dolgoztak, a havazás országszerte fennakadásokat okozott. Egyes vasútvonalakon akár egy órás késésre is lehetett ma számítani, az autópályákon pedig balesetek és havas útszakaszok lassították a közlekedést. A közutak állapotára való tekintettel Budapesten a BKV mára felfüggesztette a jegyellenőrzést, így próbálták rávenni az embereket a tömegközlekedés használatára. Az ország nagy részén fennakadásokat okozott a havazás a közlekedésben. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, ne induljunk útnak autóval, ha nem muszáj. Amennyiben mégis autóba kell ülnünk, a sebességet az út és látási viszonyoknak megfelelően válasszuk meg a balesetek elkerülése érdekében. Az, hogy az útkarbantartók egész nap az utak tisztításán munkálkodnak, önmagában nem elég a balesetek megelőzéséhez. Fontos, hogy az autó tulajdonosok is felkészüljenek a térre. Ez azonban nem csak a műszaki felkészítést jelenti. Én mindenképpen javasolnám mindenkinek, hogy lehetőleg teli üzemanyagtartály legyen. Hogyha véletlenül elakadunk, vagy van egy pályaelhagyás, bármi, akkor bizonyos ideig ugye tudjuk melegen tartani magunkat. Vezetéstechnikával kapcsolatosan célszerű ugye, azt szoktuk javasolni ilyenkor, hogy felejtsük el a fékpedált, mintha nem is lenne fék, úgy közlekedjünk, tehát nagyobb előrelátással motorféket használjuk. Ez az autó Mátra-Füred határában sodródott tárokba, személyi sérülés nem történt. Az út és látási viszonyok figyelmen kívül hagyása mellett a szakemberek szerint az úgynevezett pályaelhagyásos balesetek 70%-a egy előzményre vezethető vissza. Hogyha a baleseteknek a döntő többsége, ha a pályaelhagyásos balesetekről beszélünk, akkor több mint a 70%-a abból adódik, hogy ugye megtanultuk azt, hogy hogyan kormányozzunk, hogyha megcsúszik az autó, akkor ellenkormányzással egyébbe próbáljuk meg irányba tartani, és sajnos sokszor ezek a mozdulataink túlzottak. A sebesség mérséklése mellett fontos, hogy felkészüljünk a váratlan helyzetekre is. Ha a meteorológia többnapos havazást és hófúvást jelez, készítsünk autónkba takarót, lapátot és homokat a síkosság mentesítéséhez. Mindenkinek kötelessége eltakarítani saját ingatlana előtt a havat és biztonságossá tenni a járdákat. A nagy havazásban Gyöngyösön a lakók is és a Városgondozási ZRT munkatársai is folyamatosan takarították a járdákat, köztereket. Az előrejelzések szerint a hét folyamán újabb havazásra lehet számítani. Az utak síkosságmentesítése mellett a járdák, közterek biztonságosá tétele is fontos.
A város lakóinak ezért folyamatosan takarítania kell a járdákat ingatlanjaik előtt. De kinek a feladata a közterek tisztántartása? Gyöngyösváros önkormányzatához tartozó járdákon, közterületeken, vízburkolaton a Városgondozási ZRT feladata, és ezt végezzük is ezt a munkát. A társasházaknál, illetve a magánházaknál az ingatlan tulajdonosnak, illetve az ingatlan használójának a feladata, hogy ellapátolja a havat, illetve síkosságmentesítse a saját járdáját. A Városgondozási ZRT munkatársai reggel óta azon dolgoznak, hogy biztonságossá járhatóvá tegyék a közterületeket, járdákat. Kézzel is és géppel is végezzük ezt a munkát. 10 kézi úttisztítónk dolgozik kint jelenleg is a városban, és a városhoz tartozó járdákat, közterületeket granulált kohúsalakkal és környezetbarát útkálival megszórják, illetve van egy kis gépünk is, ami a járdán tud hótolást is végezni, illetve síkosságmentesítést is. 2010 óta tilos használni hagyományos ipari sót, tehát vagy granulált kohósalakot, vagy környezetbarát útkálit kell beszereznie az ingatlan tulajdonosoknak, amit megtalálhatnak a Városgondozási ZRT telephelyén is, de a városban található 20 darab úgynevezett sótárolóból is használhatnak saját célra. Győri Benedek épp saját portája előtt takarítja a havat. Tisztában van vele, hogyha nem teszi ezt meg, akár baleset is történhet. Egyszer akarnám, hogy egy kicsit langyuljon, hogy maradjon, mert ugye sózni nem igen ildomos, főleg ilyenkor, majd az eső majd rendbe tesz itt. Csak nem biztos, hogy jobbat teszek vele, hogyha most letakarítom, mert ha megfagy később, akkor még csúszósabb. A városgazda felhívja a lakosok figyelmét, hogy mindenkinek kötelessége 5 méteres körzetben tisztán tartani, síkosságmentesíteni az ingatlanához tartozó járdákat. Akár útkálival vagy kohósalakkal, de megfelel erre a célra a homok és a fűrészpor is. Fatolvajokat értek tetten a rendőrök Dett külterületén és Vécsen is. Mindkét esetben nagyobb mennyiségű fát vágtak ki a tolvajok, de végül nem sikerült ellopniuk, mivel tetten érték őket. Lopás megalapozott gyanúja miatt a gyöngyösi rendőrkapitányság mindkét esetben eljárást indított a fatolvajok ellen. Ő az a körzeti megbízott, aki tetten ért 5 személyt Dett külterületén, amint éppen fát loptak egy magántulajdonban lévő erdőből. A fatolvajokat még a szántóföldeken való keresztül jutás sem akadályozta meg a falopásban. A rendőrt a tulajdonos értesítette, együtt érkeztek a helyszínre. Dett külterületén egy szántóföldön értetten a körzeti megbízott 5 személyt, aki a területről engedély nélkül fát vágott ki és tulajdonított el. Az 5 fővel szemben a gyöngyösi rendőrkapitányság előállításukat követően lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Vécs külterületén is tetten értek 3 szemét, amint fát loptak egy szintén magántulajdonban lévő akácosból. Az előállításban a Dettki körzeti rendőr is részt vett. A tapasztalatok azt mutatják, ebben az időszakban megszaporodnak a falopások, mivel a hideg tél beálltával egyre többen maradnak tüzelő nélkül. Egy füzesabonyi lakos tett bejelentést 2013. január 10-én Vécs körzeti megbízottjának, hogy a tulajdonát képező Vécs külterületén lévő akácos erdősávon ismeretlen személyek fát vágnak. A helyszínen a rendőr tetten ért 3 személyt, akik ott nagyobb mennyiségű fát termeltek ki, és pakoltak be egy tehergépkocsiba. A tolvajok elfogását követően a kitermelt fát a tulajdonosok visszakapták. A gyöngyösi rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt mindkét esetben eljárást indított a fatolvajok ellen. A hadtörténészek szerint hozzávetőlegesen 120 ezerre tehető azoknak a honvédeknek és munkaszolgálatosoknak a száma, akik hősi halált haltak, fogságba estek, vagy megsebesültek a Don kanyarban. A Mátra Honvéd kaszinó szervezésében rájuk emlékeztek Gyöngyösön január 12-én, az Urivi áttörés 70. évfordulóján előadásokkal és koszorúzással. A második magyar hadsereg kálváriáját a mai napig a második Mohácsként emlegetik. A trauma mélységét jelzi, hogy a Donkanyarban megsemmisült hadseregre, Nemeskürti professzor nyomán, máig mint elfeledett hadseregre emlékszik vissza a magyar társadalom. Ezzel is magyarázható az a fokozott érdeklődés, amely a gyöngyösi megemlékezést is jellemezte. A hadtörténész leginkább a doni hadsereg sorsának miértjére keresi a választ. 89 előtt mi orosz oldalról vizsgáltunk mindent. Tehát mi orosz oldalról nézünk, és az a magyar hadsereg, amely kim van, az nem éppen a barátinak tekinti egy magyar, és ez volt egy borzalmas kontraszt ebben az egészben, hogy ezt így kellett megélnünk nekünk ezt a dolgot. És valóban 89-90, sőt most napjainkban kezdenek nyílni az orosz levéltárak, és talán azok a kis finomságok, amelyek még hiányoznak a teljes képhez,
azok talán most majd pontosításra kerülnek. Azok, akiknek hozzátartozói vesztek oda vagy tűntek el, Angyalosi Katica református lelkipásztorhoz hasonlóan a Donkanyarba történő zarándoklattal kívánják feloldani a traumát. Számomra ezek az emocionális részei a dolognak nagyon-nagyon fontosak, mert olyan ez a nemzettestén, mint egy begyógyulatlan seb, mint amit nem kezeltek 40 évig. És nagyon örülök, hogy most már egyre többen akarják, hogy ez ne fájjon és ne sajogjon ennyire, hogy ne legyen ez olyan, hogy senki nem néz rájuk, senki nem akar róluk tudni. Ez már a megemlékezés folytatása a Nagy Templomnál, ahol Válik István korabeli napló részletekből idézett, Juhász Ferenc kanonok plébános pedig az imádság szavaival szólt az elesettekért. Faragó László polgármester a politika és a történetírás közötti igazságosztástól óvott, majd csatlakozásra szólított fel minél több gyöngyösit a júniusi Doni zarándoklathoz. Az ünnepség végén Gyöngyösváros önkormányzata, valamint civil egyesületek helyeztek el koszorúkat a Donkanyarban elesettek emléktáblán. Az NB3-as labdarúgó bajnokságban szereplő Gyöngyösi Atlétikai Klub Itónk labdarúgói az őszi szezon végén a 10. helyen állva fejezték be a bajnokságot. A tavaszi szezonra a héten kezdi meg a felkészülést a csapat, tudtuk meg Török János vezetőedzőtől. Kedden kezdjük a felkészülést, 15-én, hazai pályán fogjuk, először egy összejöveteljön, ott megbeszéljük a további programot a csapat előtt, a csapattal. Úgy néz ki, hogy 7-7 lesz a felkészülési idő. Már megvannak az edzőmérkőzések, van egy meghívásunk jövő héten 26-án a Hírlapkupára, oda mindenféleképpen elmegyünk, el is fogadtuk a meghívást, mert a Gyöngyös állandó részvevő a Hírlapkupának. De nekünk az elsődleges cél még mindig az, hogy a Gyöngyös városának NB3-as labdarúgó csapata legyen. A Gyöngyös a tavaszi szezonban több idegenbeli mérkőzés játszik majd a sorsolás szerint, de ez nem jelent hátrányt a csapatnak. Az igazság, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy itt ha játszunk, vagy idegenben, habár abból a szempontból még idegenben jobb is játszani, mert a védekezésből a kontrajátékot azt még jobban tudjuk, mert minden, ahogy említettem, a védekezésünk egész jó összeállt, a kontrajátékból még jobban tudunk, eredményesebben is tudunk játszani. Hazai pályán azért az egy kicsit nekünk hátrány a hazai pályán, mert a támadó játékunkat még azt csiszolni kell, mint az előbb is említettem, mert habár a labdarúgásban védekezni sokkal könnyebb, mint támadni, ezt látni is mindenhol. Én úgy érzem, hogy a tavasszal 7-szer fogunk idegenben menni, 6-szor itt, ha játszunk, és szerintem idegenben is lesz annyi esélyünk pontot szerez, mint hazai pályán. Az együttes játékos keretében változás jelent, hogy 60-ból visszatér Szilágyi Norbert a védelem tengelyébe, illetve a klubvezetők egy csatár és egy irányító középpályás leigazolásán dolgoznak még. A gáz, a villamosenergia és a távhő árának csökkentése után következik a víz- és szemétdíjak árának csökkentése, mondta Lázár János. A miniszterelnökséget vezető államtitkár a 10%-os rezsiköltség csökkentést nem tartotta elégségesnek, mert ma egy fizetésből élő családnak jövedelme legkevesebb 20%-át kell rezsire fordítania. 300 forintba is kerülhet a krumpli februártól, adta hírül a hír24.hu. Az Országos Burgonya Szövetség és a Terméktanács elnöke Szabó István szerint még egy jó hónapig tarthat ki a magyar krumpli. Utána jöhet egy nagyobb áremelkedés, amikor importra váltunk. Ugyanakkor Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség vezetője szerint nem lesz további drasztikus áremelkedés, mert a piac nem tudja elviselni. Gazdasági híreink végén pedig nézzük, hogyan alakultak a nap végén a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 403, a MOL 18630, az OTP 4390, a Richter 37750, a TVK 1720 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 19118 ponton zárt, ami a legutóbbi értékéhez képest 119 pont emelkedést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Országszerte balesetek és havas útszakaszok lassították ma a forgalmat. Fontos, hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk a balesetek elkerülése érdekében. Mindenki köteles eltakarítani saját ingatlana előtt a havat, és biztonságosá tenni a járdáját.
Fatolvajokat fogtak Vécsen és Dedd külterületén. A Donkanyarban elesettekre emlékeztek Gyöngyösen az Uribi áttörés 70. évfordulóján. A hétvége és a mai nap eseményeinek összefoglalóját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, a viszontlátásra!